Kaszás Tamás révén került a Intermédiára, akkor már egy éve együtt dolgoztunk, és ő már túl volt egy sikertelen felvételin, és azt találtuk ki, hogy együtt jelentkezünk csoportként, és akkor megpróbáljuk így meghökkenteni a felvételi bizottságot, hogy egy formációként, nem külön entitásként jelentkezünk, hanem közösen, hogy mit kezdenek ezzel a problémával. És ha igazak a pletykák, akkor nem akartak felvenni mind a kettőnket, csak az egyiket belőlünk, hogy majd a másik az leadja a drótot a csoportársnak, de a Szent Jobbi kiharcolta, hogy mind a kettőnket vegyék fel. Én egyébként nem tudtam az Intermédiáról. Szóval azelőtt egy-másfél éve kanyarodtam erre a művészeti vonalra, úgyhogy nekem ez gyorsan ment. Gyorsan ment mind a művészettel való kapcsolat, mind a felvételizés. És akkor itt szerencsém volt, hogy elsőre felvettek. Mióta foglalt össze, vagy mit csináltál előtte, vagy akkor érettségiztél, akkor a Tamást Dunaújvárosból ismerem. Tamás Dunaújvárosból is ismerem, egy akkori tanárom, Rohanci István mutatott be minket egymásnak. Külön-külön jártunk hozzá ilyen rajszakkörbe. Én a katonaság elől menekültem el, érettségi után. Valamit ki kellett találnom, hogy ne vigyenek el katonának, és egy ilyen fazekas képzőbe húztam el Székesfehérvárra, Dunaújvárosból, egy olyan iskolába, ahol antiszociális srácok, lányok voltak, mert ez egy olyan képzési forma volt, hogy kitaláltak egy ilyen kézműves szakot azoknak a diákoknak, akiket még szakmunkás képzőbe se vettek fel. Szóval én az érettségimmel azonnal felmentést kaptam a humán tárgyakból, és akkor a gyakorlati órákra jártam el, és így ki tudtam bekkelni ezt a két évet. Uh-huh. Hogy ne vigyem. Milyen volt a tanulásoság? Hát ilyen 15-16 éves srácok, akik beszélni is alig tudtak, de jó volt a hangulat, mert megnyugodtak, hogy valahol befogadták őket. Uh-huh. Szóval az egy ilyen könnyed, laza két év volt. És akkor utána Intermédia, ami hirtelen jött meg? Hirtelen jött, fogalmam sem volt, hogy mi van itt, vagy mi lesz ott. Nem is nagyon tájékozottam erről. És akkor a két vidéki srác megérkezett Budapestre, hogy másnap elmegy felvitelizni, de az egyik ismerősöm, aki itt lakott albéletben Budapesten, neki hirtelen el kellett utaznia, úgyhogy nem volt szállásunk. Uh-huh. És a Deák tér mellett egy telefonfülkében aludtunk a kaszással, és onnan mentünk be felvételizni. Ez egy telefonfülke, ez még megvan? Megvan, még megvan. Hova leszek laknak benne? Belügyi minisztériumban szemben, ott az Árkád sor. Aha. Van egy ilyen fa berakásos profilis telefonfülke. Tudom, ott igen. És azt kitapétáztuk A4-es lapokkal, ha jól emlékszem, és akkor ott meghoztuk magukat. Ez egy ilyen dupla telefonfülke, vagy hogy fértetek el? Elfér, egy ilyen nagy ilyen dupla telefonfülke. És ott az összes cuccal, amit felrángattunk a felvételire, a merített papírtól kezdve minden befért. Mekkora ilyen kalandos volt, gondolom azért jól éltétek meg, vagy nem? Ja, nem volt para persze, azért vicces volt. Aztán megtudták tanárok, hogy telefonfülkében lakunk, és akkor valami kollégium szobát intéztek. De aztán visszajött az ismerős, és akkor nála már tudtunk pecózni. Szóval az jó volt. Szóval, hogy akkor a felvétel is elég érdekes hangulatba telt. Az abszolút, az még jó volt. mi volt az elején, vagy mi volt az első megdöbbenés? Az első megdöbbenés a műtárgykészítés órán volt, legelső, amikor az egyik vezető tanárunk bejelentette, hogy ez egy gyár, és hogy itt futószalagon készülnek a művészek. Szokjunk hozzá, hogy túl nagy figyelmet nem fog kapni, egyrészt a gyár hangulat miatt, másrészt
szép lassan kibontakozott előttem az a kép, hogy ez nem egy olyan személyre szabott oktatás, mint például a festőszakon, ahol úgynevezett mesterek van, mesterekhez vannak leosztva a hallgatók, és ott az úgynevezett mester azt tudja a műtárgy készítésed különböző fázisait. Tehát ott egy elég komoly érdeklődés van a tekintetben, hogy mit csinálsz. És itt az intermédián egész végig éreztem ezt a gyárhangulatot, tehát ezt a személytelen, magadra vagy hagyva állapotot. Ez volt az elején, és akkor és vagy te soha nem tudtad megszokni, vagy ez hogy alakult? Hát soha nem tudtam például azt megszokni, hogy 2-3 év eltelik, és még mindig nem jegyezték meg a nevünket. Szóval én töltediknek éreztem ott magam. Nem volt túl nagy odaadás a tanárok részéről, vagy az oktatók részéről. Egy-két kivételvel, de senki nem foglalkozott a diákokkal. Mm. És ezt végig éreztem, hogy nem egy barátságos környezet ez. Ami feloldást jelentett, vagy feloldódást jelentett, az a, aminek a lényegét láttam az intermédián, vagy a lényegét láttam, hogy rengeteg emberrel meg lehetett ismerkedni. Tehát összefújt a szart a szél, és nagyon jó arcokat, máig tartó barátságban vagyok rengeteg emberrel, akiket ott ismertem meg. Erre például tökéletesen alkalmas volt a hely. Hát amikor én oda kerültem, akkor ki is számoltuk, hogy akkor egy nagyobb terme volt az intermédiának, és egy emberre azt hiszem 1,3 négyzetméternyi műterem jutott. Tehát alapvetően semmit nem lehetett csinálni. Akkor indult be ez a számító, ez a digitális boom, és második, harmadik évtől már mindenki a gépek előtt ült. A lekoszlott szar számítógépek előtt. Amiket, ha jól tudom, azóta sem nagyon frissítenek. Neked volt valamilyen konfliktusod ide a tanszéken, vagy úgy, hogy milyen benyomásod volt, úgy összbenyomásnak, hogy mi személyes? Hát elég sok nézett különbség adódott az 5 vagy 6 év alatt a tanárokkal. Soha nem éreztem azt a szabad szellemiséget, amit hirdetett magáról ez a tanszék. Szóval kínlódtam a tekintélyelvűség miatt, kínlódtam emiatt, amit már említettem, ez a személytelen oktatás miatt. Mindig azt éreztem, hogy nincs egy program a tanszéken, ami vezérel vagy vezérfonal lenne az oktatásban. Hát ilyen megúszós haknikat tapasztaltam, amikor magára van hagyva az ember. Sok ilyen konfliktusom volt, főleg akkor, amikor az intermédiára ilyen kritikus, önkritikus munkákkal álltam elő. Tehát volt egy fél év, amikor az volt a féléves munkám, hogy csak azokat a táblákat gyűjtöttem össze, ahol valami tiltás volt. Ne nyújj be, ne érj hozzá, ne nyisd be. És akkor ebből volt egy elég tekintélyes gyűjtés. Szembesítsem azzal a diákokat és a tanárokat, hogy a nem szó az milyen sűrűn fordul elő itt a szabad elvű tanszéken. Hát, például ezt sem vették jó néven, hogy én ilyen dolgokat hozok a felszínre. Aztán voltak különböző egyéb mozgásaim is, például indítottam, elindult tanszéki levelezőlista, akkor elég hosszú ideig, még talán több is, mint egy év, minden nap írtam valamit, ami az intermédiára reflektál, minden nap egy pár sort. És ez egy ilyen programként fogtam fel, gyakorlatként, hogy reagálok az éppen aktuális történtekre, mind politikai, gazdasági, magyar vetületben, mind a tanszék ügyeit érintően. És akkor erre is voltak ilyen felháborodott tanári hangok, hogy ezt abba kéne hagynom, mert
ez ki, már sok. Ki mondták ezt, hogy ki háborodott fel ezen, vagy volt ebből ilyen személyes konfliktusod valakivel? Hát nagyon ritka volt az, amikor személyesen felvállalta egy-egy tanár ezt. Szóval most nem is, inkább nem is hozok neveket. Aki ezt a videót látja, az talán nagy többség tudja, hogy kikről lehet szó. Nem vállaltak fel, és amikor viszont felvállaltak, akkor meg egy emberként támadták le az embert. És nehéz volt hozzászokni ez a vérciki cinizmushoz, ez a rossz indulatú cinizmushoz. Ami szerintem jó pár évre belém is ivódott, és akkor próbáltam magam előlehozni, hogy ez a felsőbbrendű, lesajnáló, lenéző hozzáállás, ez tűnjön el az életemből. Ezt így értem meg kell, hogy... Hogyha ezt a hozzáállást így definiálni akarod, vagy, nem, vagy inkább így konkrétizálni, hogy ez milyen dolgokban nyilvánul meg, vagy ez hogy néz ki, vagy ez mi? Vagy ez miért alakult ki szerinted, hogy ez a felsőbbrendű lenéző cinizmusos ügy meg? Hát ez a hallgatói vagy a tanári habitusból jött szerintem egyrészt. Másrészt meg éreztem valami kompenzáló erőt, aminek a nyitjára nem jöttem le. De ez a leereszkedő hangulat, ez lépten nyomon ott volt. Szóval kb. Mi a fél éves beszámolótól annyira tartottunk, mint egy APEC revíziótól. Szóval, és ez nem egészséges. Tehát amikor nem jó hangulatban mész be egy ilyen elszámoltatásra, akkor meggondolod, hogy most veled van a baj, vagy nem, de amikor látod, hogy szinte az összes ember kínlódik ettől, akkor kitapintható, hogy ez a tanároktól jön, vagy az a oktatóktól jön ez a para helyzet. Mm. És ennek a nyitjára nem jöttem rá, szóval nem értettem, hogy miért kell így éreznem magunkat. Hogy mondtad, hogy akkor azért te is valamennyire még közben is fogalmaztál meg kritikát, hogy befejezted, vagy hogy egyáltalán végig csináltad ezt az egészet, nem tudom, hogy mi hajtott. Hogy mi hajtott, azt nem tudom. Hát egymást hajtottuk. Szóval jó, néhány ember elment, tehát valaki a színház felé igazolt le, valaki zene felé, szóval néhányan nem fejezték be, tehát néhányan harmad, negyed évbe kiléptek. Na, ezt nem éreztem, hogy egyrészt, hogy egy másik irányt kell csinálnom, másrészt meg szóval volt annyira összetartó a mi kis közösségünk, akár évfolyamokon túlnyúlva is, hogy segítettük egymást. És ha már ott voltam a diploma közelében, akkor eszembe se jutott, hogy nem fejezem be, szóval nem a papír miatt, mert azzal ki lett törölni a segget, mint ahogy a Mécs levideózta, de nem, azzal annyira nem volt számottevő. De az vicces volt, hogy egy diploma után másfél-két évvel felhívott az apám, hogy hát ő nem akar ilyen bizalmatlansági faktort apa-fia kapcsolatában, de hát ő még nem látta a diplomámat. Hozzam már, elmutassam meg neki, mert oké, hogy én mondtam, hogy lediplomáztam, de hogy és akkor nem találtam meg, szóval kb. Ennyit a diplomáról. Szóval elbújt, igen, nem miatt csináltam. Ez a közösség az. Az jó volt. Neked azért ilyen eléggé elhíresült a diplomamunkát, hogy ez mi volt, hogy erről egy kicsit valami? Az egy Guinness világrekord kísérlet volt. Az is a tanszék felé egy
egy élesebb hangú kritika a szabad elvűségnek a lefolytásáról, vagy elfolytásáról, mert azon gondolkodtam, hogy hogy tudnék úgy előállítani valamit a diplomára, hogy, hogy megkérdőjelezem egyrészt ennek a diplomának a fontosságát, másrészt megkérdőjelezem azt az utolsó vizsga helyzetet, aminek abban a formában, ahogy ez lezajlott évről évre, ahogy ezt végignéztem, nem sok értelmét láttam. Szóval, amikor már ilyen fél kollegiális helyzetben helyezkedsz el, lassan be az egyetemet befejező képzőművész, és ott szemben veled ülnek a majdani kollégák, ugyanezt a görcsös állapotot idézte meg bennem, mint ezek a fél évi bemutatók. És megpróbáltam erre reflektálva kitalálni egy olyan munkát, hogy, hogy ez egy kicsit fel legyen oldva. Szóval, hogy azért annyira ne vegyük komolyan azt, hogy ez egy olyan színjáték, amit bármikor is megismételsz az életedben, de a tanárok azt éreztették, hogy ez az utolsó nagy megmérettetés, és akkor innentől kezdve ki lehet lépni az életbe. Abba az életbe, amire egyáltalán nem készítettek fel. Tehát ez egy nagy saját vagy hiányosságnak éltem meg, hogy 5 év alatt nem hangzott el egy galéria neve, egy kiállítóhely neve, egy művészettörténész kurátor neve, akivel az egyetem befejezése után te akár kapcsolatba kerülhetnél, mert hasonló dolgokat művelsz, mint ami az ő érdekeltségi területe. Szóval nem vezettek be minket a piacra, és ezért gondoltam úgy, hogy akkor ennek egy ilyen görbe tükröt állítok ezzel a diplomával, ami arról szólt, hogy Guinness világrekord kísérlet a világ legrövidebb diplomvédése kategóriában. Na most ezt nem szerették volna, hogy ezt csináljam. Szóval kb. Megkértek, megtiltottak, hogy ehhez a formához nyúljak. De aztán én úgy minél nagyobb volt a tiltás, meg a lebeszélés, annál erőteljesebben éreztem, hogy akkor ezt meg kell csinálni, mert akkor olyan dolgok kiderülhetnek, hogy miért van ez a fék. Uh-huh. És mi derült ki szerinted, vagy ki derült ki? Hát az derült ki, hogy egyáltalán nem rugalmas ez a rendszer, hogy a szűklátókörűség, illetve a félelem, ami, hát, amit nem értek, egy dekódolást tudtam csak elképzelni, hogy az internetnél valahogy egy ilyen megtűrt tanszék az egyetemen belül. Elég ismertek a nézeteltérések a szobrász, festő, egyéb szcenika tanszékkel kapcsolatban, amik a jól tudom, még mind a mai napig fennállnak ezek az egymás anyázása hangulatú ügyek. Szóval nem igazán integrálódott a tanszék a művészeti oktatásba, tehát ez is hagy némi kívánni valót, hogy milyen művészeti oktatás van Magyarországon. De hogy én azt éreztem, hogy ez a fajta félelem a tanszéken mindig is uralkodik, hogy mit szól a nagy anyatest, hogy itt milyen hülyeségek zajlanak. És akkor ennek a nyomásnak is eleget téve csináltam meg végül mégiscsak ezt a diplomamunkát, ami 3-asra sikeredett. Szóval nem szerették, és lebasztak az értékelő. Az értékelésen. És végül sikerült ebből a Guinness rekordot felállítani, vagy? Szóval nem, hát úgy volt, hogy szóval volt egy ilyen saját magammal szemben egy ilyen kikötés, hogyha 5-öst kapok, akkor ez egy ilyen zsarolás volt, hogy 5-öst kapok, akkor benyújtom ezt az anyagot. Mert van egy pontos koreográfiája a Guinness rekord kísérletre való jelentkezésnek. Szóval kell egy visszaigazoló személy, aki hivatalos személy, nővér, rendőr, ügyvéd. Kell egy sajtóban megjelent hír. Az lehet mozgókép vagy állókép,
és kell egy pontosan működő óra, amin keresztül leigazolod, hogy tényleg annyi idő alatt te csináltad meg a bármilyen fajta rekordkísérletedet. És én minden ilyen feltételt biztosítottam magamnak. Összeállt a csomag, és akkor megkaptam a hármast, aztán nem küldtem el a Gilisnek a... Amit utólag nem bánok, szóval nem ezzel magyarázom az olcsó kenyeremet, de nem bánok, mert a címében benne volt ez a hogy rekordkísérlet. Szóval ez egy kísérleti fázisban maradt a végeredmény. És mi lett a diplom után, hogyan folytatódott a pályát, vagy mit csináltál? Hát diploma után a pályán maradtam, és elkezdtem a műtárgyártást. De tehát lakásokat kellett festenem, meg virágosítóként is dolgoztam egy ideig. Szóval mai napig nem ebből élek. És úgy néz ki, hogy jó pár évig, évtizedig nem is fogok ebből élni. De ezt nem bánom, szóval ez elegendő muníciót ad arra, hogy hogy elég széles spektrumon tudjak mozogni. Szóval nem köt olyan erőteljesen egy anyaghoz sem a műtárgykészítési görcs, hogy fel kéne vennem egy művészeti modort, amit az én jól ismert jeleimmel azt piacképessé lehetne formálni, és így szabadon mászkálok a médiumok között. Szóval egyelőre jól érzem magam. Lassan 10 éve diplomáztam, szóval 9. évbe léptünk idén. Hogy tartott fenn ezt az alkotási folyamatot, hogy ne es ki, és mondjuk ne es ki az egész színából, meg azért pörögjenek a dolgoknak hasonlót? Hát nem nagyon kilincselek galériákba. Eddig szerencsém volt, mert minden évben kaptam jó néhány kiállításra felkérést. Ugye a 2000-es években vált egyre divatosabb formává az, hogy projektművészet. Tehát az, amikor egy kurátor víziót fogalmaz meg a művészek felé, hogy ő mit szeretne, milyen témában szeretné kiállítási anyagot, akkor meghívja a művészeket, és ők kitalálnak valamit. Szóval ez egy kicsit átrendezte a piacot. Már nem az van, hogy bemegy a kurátor a műtembe, és akkor kiválogatja, hogy mit akar kirakni, hanem megadja a hívószót, és akkor vagy eleget tudsz annak tenni, vagy sem. Szóval ezt az akadályt úgymond sikeresen vettem, vagy alkalmazkodni tudtam ehhez a helyzethez, tehát volt jó néhány ilyen kiállítás. Egyébként minden nap rajzolgatok, szóval lefekvés előtt, meg így ennek élek körülbelül. Tehát ha nem pénzkereső munkát folytatok, akkor alapvetően a művészetben dolgozom. Most csatlakoztam egy kereskedelmi galériához, aki árulja a munkáimat. Szerencsére elég rugalmasok ahhoz, hogy bármilyen kényszernek nem kell alkalmazkodnom. Szóval oké a helyzet. Ez az ACB galéria. És Pados Gáborral egy ilyen szóbeli megállapodást kötöttünk, illetve ő mondta azt, hogy ha más csinálok én mostantól kezdve, mint amit eddig csináltam, akkor ki fog rúgni. Szóval ő pont amiatt vett fel, mert vagy emiatt állapodtunk meg, mert ismeri a munkásságomat, és ez az ő profiljába illett. Úgyhogy ott jó a kapcsolat. Nincs kényszer, van egy intézett a művészeinek egy tökéletes kis műteremházat Óbudán, és akkor oda kijárunk dolgozni. És egyébként miből tartott fel magad? Hát hosszú ideig dolgoztam a kiállítás installátorként. Ezek ilyen időszakos munkák.
pár év munka, pár hónap szabadság, de ezek a munkák megszűntek, úgyhogy most a WC festéstől a logó tervezésig, szóval bármi, ami a kapcsolati tőke homlok terébe kerül, azt így elvállalom. De kicsit visszakanyarodva csak, de mondtad, hogy nem volt olyan szuper jó viszonyod a tanszékkel, hogy kik azok az emberek, akikkel jó viszony alakult ki, mondjuk a diáktársakon kívül, vagy osztálytársakon kívül. Uh-huh. Két ember égett be, a Szent Jobbi Tamás, meg a Sebők Zoli, akik odafigyeltek a diákokra, szóval akik a közös kocsmázáson túl is első héten megjegyezték a nevedet, figyelték, hogy mit működsz. Ők ketten, akik szerintem elég oszlopos tagjai voltak annak, hogy túl lehessen élni ezen a tanszéken. És így mindent összevetve szerinted neked megérte oda menni, vagy esetleg más választanál, hogyha... Hát most 20 éves lennék, akkor valószínűleg nem Magyarországon vágnék bele egy művészeti felsőoktatásba, de megcsinálnám még egyszer, szóval neuralgikus pontok, amiket most felvázoltam, azok szóval annyira nem vágtak hanyat, hogy teljes elfordulással kígyót, békát üvöltöznék a tanszékre. Nem, hát minden közösségnek megvannak a saját problémái, nekem ez volt az észrevételem a tanszéke kapcsolatban, de alapvetően nem volt olyan fájdalmas, hogy ki kéne törölnöm az emlékeimben. Mm-hmm. Szóval lejátszanám még egyszer. Ahogy mondtad ezt a külföldet, hogy hol menjen, hogyha 20 éves lennél és belevágnál művészeti felsőoktatásba? Hát, vagy Anglia, Berlin már tele van, vagy Amerika, USA. És még annyi, hogyha mondjuk egy 10 év múlva elképzeled magad, akkor körülbelül hol szeretnéd látni magad, vagy milyen elképzeléseid vannak, hogy hol leszel 10 év múlva, vagy mi az, amit szeretnél, hogy megtörténjen addig? Hát most így visszanéz, az előbb mondtam, hogy 9 éve diplomáztam. Szóval egy visszapillantva, ez kb. Annyi idő, mint amennyire most te rákérdezel. Nem foglalkoztam tudatosan karrierépítéssel, szóval nem lobbiztam magamért sehol eddig. Nem csatlakoztam csak azért kényszerből bárhova is, hogy ranglétrán előre lépkedjek. Alapvetően megtaláltak eddig a dolgok. Szóval nem a világ hírnév érdekel, hanem az, hogy legyen mindig annyi pénzem, hogy a saját baromságaimat elő tudjam állítani. Nincs ilyen konkrét perspektívám erre vonatkoztatni. Tehát ezért akarom csinálni a saját dolgaimat, és ugyan... Hogyha még van valami dolog, amit ugye elmondanám, hogy ilyesmi, akkor... Cigizzünk. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm.